Mostantól pedig a Start Plus vendégeit fogadjuk Robival. Tarik Demirkán, a Türkinfo főszerkesztője, az első vendégünk. Jó reggelt Jó kívánunk. reggelt! Jó reggelt kívánok! Az Aja Szófiáról, az Isztambul gyöngyszeméről fogunk beszélgetni egy kicsit, amely 85 évig múzeumként működött, és egy új döntés értelmében mecsetként működik, július 24-től Erdoğan döntése nyomán. Ö, a, Ak, hadd kezdjük a lényeggel, és aztán fejtsük vissza a történetet. Mi ennek a jelentősége? Eddig is működhetett imahelyként, és a jövőben is bemehetnek turisták. Igen, de szerintem szögözzünk le legalapvető dolgot, mert hogy ezen van a vita Törökországban, hogy tulajdonképpen egy államnak szovérén joga a saját határain belül, meglévő intézményekkel, a épületekkel, úgy rendelkezni, eh, ahogy ő eh, szuverén joga szerint úgy gondolja, hogy jó. Ez eddig oké, okay. minden igen, kormány mindig igen, ezt mondja, igen. ettől függetlenül lényeges, hogy miért dönt úgy egy kormány, hogy dönt. Ehhez meg hozzátartozik, ez a szuverén jog a nemzetközi joggal együtt egyenlő eh, határok között, hatályok között működhet, ez eddig oké. Okay. Na most eh, a kérdés az, tehát ha ezt, ezt, ezt aláhúzzuk, hogy ez így lehet, akkor a kérdés az, hogy miért történik az, hogy eh, a eddig is gyakorlatilag eh, iszlámvállás eh, vallás a követelményeit eh, a, a teljesítő intézményből miért történik ilyen hirtelen eh, a változással eh, a, olyan intézménye val, eh, válik, ami a világban eh, nagy ellenszenvet is kelt, és a Törökországban is a félelmet is kelt. A kérdésnek a válasz az, hogy ez egy szimbólum, tehát Ayasofya eddig is egy szimbólumként működött, hiszen ezer évig templom volt, 600 évig iszlám imahely volt, és az, az követő 85 éven keresztül viszont múzeumként működött. És most egy nagy uh, a, csindradattával uh, egy hódítás uh, szimbólumaként uh, ismét dzsámivá változik, tehát olyan, olyan, olyan lépés ez Törökországban, a török kormány részéről, török hatalom részéről, az, hogy a mi földünkön mi azt csinálunk, ami, amihez mi kedvünk tartja, nem tartozunk senkinek számadással, a, Törökország érdekeit, Törökország úgy nemzetbiztonságát és érdekeit mi érvényesítünk, úgy, ahogy nekünk tetszik, mint hatalomnak, kormánynak. Egy kicsit még annyit hadd kérdezzek, meg közben azon gondolkoztam, hogy ha ismerekem rá magyar párhuzamot az állam és az egyház szétválasztásával, vagy egyfajta nosztalgiának a visszahozatalával kapcsolatban rengetegen kritizálták Magyarországon egykor, amikor a múzeumból a Szent Koronát bevitték a parlamentbe. A magyar királyság szimbólumának nincs helye, a magyar köztársaság szimbólumának a helyén. Volt akkor a vélemény, sokan, Álnaivan azt mondták, hogy hát itt most csak akkor a vitrin mögött meg lehet tekinteni ezt a fontos műtárgyat. Ilyen jellegű szimbolikus jelentősége van annak, hogy ez egy egyházi intézmény, vagy egy állami múzeum? Az elsősorban emögött a belpolitikai gondok és problémák állnak. Tehát a, a, a mint, mint, mint nemzeti és vallási szimbólum fölötti uralkodást úgy hangsúlyozni jelennek Törökországban, hogy ezzel mi rendelkezünk, és a saját terveink és saját elképzeléseink szerint ezt átalakíthatjuk, világ tiltakozása ellenére is. Egy olyan e, tényező, ami jelenleg Törökországban Erdoğan és a kormánya úgy gondolja, ez Hı? pontokat hozhat e, a nép részéről. Tehát a, a, a Törökországban, a török népnek a nemzeti érzését és a vallási érzését, a büszkeségét simogatni és azt támogatni, ez pontokat plusz vála, szavazatokat hozhat. Tehát lehet, hogy akkor a népszerűtlensége terdoán elnök ezzel egy kicsit próbálja javítani. Na most mi lesz például azokkal az emberekkel, turistákkal például, akik majd megérkeznek és szeretnének bemenni, a, a mecsetbe. Hogy ők ezt megtehetik? Megtehetik. A tervék szerint, tehát mind a kettő együtt fog működni. Egy, Múzeumnak egyik része, a dzsáminak egyik része török, iszlám imádkozás szerinti feltételeket megkapja, tehát szönyegek lesznek, meg minden, és azon a részén a, a mozaikokat, ami nagyon fontos, a ima idején eltakarják, tehát olyan megoldást találnak, valami függönyöznek, vagy tehát nem meszelik el, vagy, vagy festik, vagy megrontják, hanem valamivel eltakarják ima idejére, utána megint e, visszateszik. Tehát gyakorlatilag mind a kettő e, működni fog, e, imatkozni is lehet benne, de e, múzeumként is bárki bemehet. De hozzáteszem, eddig is lehetett imádkozni a e, Szófiában, Hagia Szófiában. Bizonyos részén iszlám imát lehetett tartani, napi ötszörű imára hívás e, történhetett, tehát ez sem okozhatott gond, gondot. De mondom, hangsúlyozom, tehát a szimbólum jellegét használta Erdoğan saját e, politikai érdekében. E, Hozzátartozik -ho, az, 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 is például, amikor kihirdettek e, Ayasofya megint múzeum e, helyett dzsámiként fog működni, ezt est, e, este 20 óra 53-kor élőadásban tettek meg. Miért 20 óra 53? Mert Isztambul elfoglalásának a 600. évfordulójára helyeztek ezzel, 2053. Ennyi a szimbólumok. Igen, tehát 2053-ban török, összes török televízió élőadásba kapcsolódott Erdogan sajtótájékoztatójára, mondta, hogy végre a Jószófiából megint dzsámi e, lesz. Ez az egyik. A másik pedig eh, első imát eh, pénteken tartottak, ami eh, a eh, múlt pénteken, ami Törökországban Lazon lóz, szerződés évfordulója. A harmadik pedig nagyon fontos. Eh, első imát vezető török főpap eh, Karddal jelent meg, eh, főbeszédjét Karddal mondta. Tehát eh, eh, ez is. Eh, a törökország e, közvélemény vita van erről. Egyrészt azt mondja, hogy a kard a hívőknek a, a védelmét jelenteti, szimbolizálja, a másik része pedig azt mondja, hogy a kard hódítást szimbolizálja. Tehát e, szimbólumok harca e, zajlik Törökországban, de egy tény, egy nagyon fontos tény, hogy ezzel tulajdonképpen Törökországban nagyon komoly fordulópont történik, ami öt elmúlt száz évben Törökország idején, a Törökország európai kultúra felé, európai országok felé, intézményrendszer rendszer felé próbált igazodni, most ezzel annak vége a nyílt e, üzenet ez, Törökország inkább iszlámvilág felé, inkább kelet felé fog fordulni, ez ennek a hirdetése. Tarik Demirkán, drámai jelentősége, amiről beszélgettünk, köszönjük, hogy itt volt. Köszönjük szépen.